Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket. Már előzőleg is szóltunk arról, hogy egy új sorozatot indítunk, mégpedig a kezdők alkalmát. Ugyanis hosszú év tapasztalata szerint azt tudjuk mondani, hogy nagyon hasznos volt a gyülekezeti szolgálatban az, hogy az újonnan megtért, érdeklődő emberekkel külön foglalkoztunk, és végigvezettük őket bizonyos bibliai látásokon, tanításokon. Ezt az alkalmat most is fogadjátok szeretettel. Aki nem kezdő még, az is tanulhat ebből, én magam is. A múlt heti alkalommal az imádságról beszéltünk. Az imádság során mi beszélünk Istennel, az igeolvasás során pedig Isten szól hozzánk. Ma az igeolvasásról fogunk beszélni. Ehhez a témához egy igét is hoztam nagy szeretettel, a Timóteushoz írt második levél a harmadik részének a 16. versét, amely így hangzik: a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy itt a teljes írásról olvasunk, a teljes írás Istentől jött az ember számára. A Bibliát nem lehet csak egyik részét, vagy másik részét olvasni, vagy szeretni, vagy magunkévá tenni. Isten a teljes írást adta. A Biblia két részből áll, az Ószövetségből és az Újszövetségből. Ez a teljes írás. Én nagyon szeretem az Ószövetséget is olvasni, mert megismerhetem belőle a mennyei Atya szeretetét, egy olyan végtelen kegyelmét, amely az ő választott népe és minden nép felé irányul, aki szereti és féli őt. Ma az igeolvasásról beszélünk, tehát nagyon jegyezzük meg, hogy az igeolvasás során Isten szól hozzánk. Isten szólhat hozzánk. És hogyan történhet ez? És vajon én hogyan hallhatom meg Isten szavát, hiszen a hatalmas, szent Isten szavát meghallani, az nem a mindennapi embernek a dolga, gondoljuk magunkban. Vajon megértheti a halandó ember Isten szavát? Ma erről beszél velünk az Úr, és erre akar bennünket megtanítani, mert ő minden embert megszólít, téged is és engem is, és meghallhatjuk az ő szavát. Hogyan szól az Úr hozzánk? Én először Isten szavát gyermekkoromban értettem meg. A gyermekbiblia órán a kedves lelkész arról beszélt, hogy Jézus mennyit szenvedett a mi bűneinkért, és aki az Úr Jézushoz akar tartozni, annak úgy kell érezni, hogy a bűnösök közt első. Én erre úgy rácsodálkoztam, és mivel az életem nagyon nehéz szakaszban volt, hiszen édesanyám halálos beteg volt, és nem élhettünk vele együtt a kezelések miatt, éppen ezért nagyon úgy éreztem, hogy nekem nagyon sok bűnöm van, nekem sok mindent másképp kellett volna csinálni. És akkor az Úr szavát megértettem, hogy ő megbocsátja a bűneimet. És azt is megértettem, hogy ő szeret és meghallgatja az imádságaimat. És aztán nagyon csodálatosan alakult az életem, édesanyám meggyógyult, mindnyájan együtt lehettünk a család. Isten szól hozzánk az ő végasztaló szent lelke által, szól az ő igéjén keresztül. Hogyan is szól? Hát az első az olvasott ige a Biblia által. Én nekem még mindig megvan az első Bibliám, amit 8 éves koromban kaptam egy kedves diakonissza nénitől,
és amiben egy igét írt bele, és szeretettel aláírta, az Úr megőriz téged, az Úr megőriz minden gonosztól. Ez a Zsoltárok könyvében van. Ez az ige azóta is kíséri az életemet. Nem csak a Bibliámban van írva, hanem mélyen a szívembe belevéste Isten. Az Úr megőriz. Az olvasott igét rajtunk múlik, hogy kinyitjuk-e a Bibliánkat, vagy nem. Nagyon sokan kapnak a házasságkötésük alkalmából egy szép Bibliát a lelkipásztortól, vagy valamelyik közelálló kedves rokontól. Aztán ez a Biblia jószerével fölkerül a könyves polcra. Amikor takarítanak, mindig leporolják, de sosem nyitják ki. És ismertem egy idős házaspárt, akik szintén erről beszéltek, hogy ők egy Bibliát kaptak a házassági kötésükkor, és 50 év múlva vették elő a szekrény aljából a Bibliát, és kezdték el olvasni, és az 50. házassági évfordulójuk után kezdett az igén, a Biblián keresztül Isten szólni hozzájuk. Tehát az olvasott igén keresztül, ha nem olvasod a Bibliát, ha nem nyitod ki, sohasem fog Isten szólni hozzád, és az ő igéje sosem fog beíródni a te szívedbe. A másik dolog a hirdetett ige. Vagyis az ige hirdetésen keresztül szól Isten hozzánk. A hosszú évezredeken keresztül nem volt írott ige, vagy csak nagyon keveseknek volt, nagyon drága kézzel írott tekercse a Mózes 5 könyvéről, vagy valamelyik próféta könyvéről, ami nagyon drága volt. Az embereknek nem volt írott igéjük, és naponta nem tudták olvasni, mint amilyen nagy lehetőségünk van nekünk, hogy akkor nyitjuk ki a Bibliát, amikor éppen időnk van rá, vagy akarjuk. Az apostoli közösségben az első keresztjének, amikor a közösséget gyakorolták, akkor abba beletartozott a közösség gyakorlásába az ige hirdetés szolgálata. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve 2. része 43. versében, akik azért örömest vevék az ő beszédét, hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek, foglalatosak voltak az apostolok tudományába, ez volt az ige, a közösségbe, a kenyér megtörésébe és a könyörgésbe. Pál apostolra, Péter apostol és a többi apostolra, amikor leszállt a Szentlélek, utána az emberek hallgatták az Isten igéjét, mert ők bizonyságot tettek az Úr Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról, és a prófétákat is idézték, és egyszerre 3000 ember tért meg. Ezek azonnal összejöttek, és foglalatosak voltak az apostolok tudományába. Ez pedig az ige továbbadása volt, és nem közönséges jelek és csodák történtek az apostolok által a közösségben és a nem hívők körébe. Foglalatosak voltak a kenyér megtörésébe, az úrvacsorai közösségbe és a szüntelen imádkozásba. Hogyan olvassuk a Bibliát? Az Isten igéjét egyénileg kell olvasni, közösségileg kell olvasni, és családilag lehet olvasni. Naponta kell olvasni az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Nem lehet kiragadni fejezeteket vagy részeket, vagy csak az Új Szövetséget szeretem, mert hogy Isten ígéje teljes írás, és az Úr szól az Ószövetségen és az Új Szövetségi igéken keresztül. Az Isten igéjének az olvasására csendre van szükség, hogy elmélyülhessünk. Én mindig akkor olvasom a Bibliát, amikor már mindenki lefeküdt, csendben van, és akkor
nagyon csodálatos módon az ige ajtaja megnyílik, és az ige titka nyilvánvaló lesz előttem a Szentlélek által, annyi természetesen, amennyit az Úr kijelent. Tehát az írást folyamatába kell megismerni, és ha még nem vetted elő a Bibliádat, akkor elejétől fogva el kell kezdeni olvasni, egyrészt a Mózes könyvéből, másik részt pedig az Új Szövetségből. Sok mindent nem ért az ember a Bibliából, de az ige iránti tiszteletből én mindig végigolvasom, és utána pedig imádkozom, hogy megérthessem. Ma már sok mindennek utána tudunk nézni a neten is, ha valakit nagyon érdekel a bibliai történetnek a háttere, vagy annak az értelmezése, de legjobb, ha imádkozva kérjük az Urat, hogy jelentse ki az ő lelke által az igét. Nagyon csodálatos, hogy az Úr kijelenti magát, és megérthetjük. Mi a közösségben, ugye eddig az egyéni igeolvasásról beszéltünk, ami rajtunk múlik, hogy elmegyünk-e a templomba, a közösségben meghallgatjuk-e a hirdetett igét, meg tud-e rajta keresztül az Úr szólítani, vagy elővesszük-e a Bibliát, és az Úr elé állunk, hogy megértsük Isten szavát. Mi a közösségbe minden évben Biblia olvasó vezérfonalat kapunk, és ez szerint a vezérfonal szerint olvassuk Isten igéjét. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen a közösségünkben több száz ember ugyanazt az igét olvassa minden reggel, és a csodálatos az, hogy amikor napközben találkozunk, vagy telefonon érintkezünk, akkor megkérdezzük, hogy volt személyes üzeneted, és mindenkinek ugyanabból az igéből másképpen szól az Úr, és más az üzenete. Nagyon nagy öröm a számunkra, és ma is egy drága testvérrel beszélgettem, és azonnal elmondta, hogy az ige mennyi örömet jelentett a számára. Tehát az igének van egy általános üzenete, és van egy személyes üzenete. Az általános üzenet minden embernek ugyanaz. Például Isten szeretett. Az Úr mindenkit szeret. Az Úr senkit nem hagy ki a szeretetéből, mert ő benne nincs személyválogatás. Vagy ez is egy általános üzenet, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Isten mindenkit hív a megtérésre. A Timóteushoz írt második, negyedik részében olvassuk. Az általános üzenet nagyon fontos, hogy ne vesszünk el a vallásosság útvesztőiben. Ha nem ismerem meg a Bibliát összefüggéseibe, ha nem ismerem az Ószövetséget és az Új Szövetséget, akkor nagyon sok minden ki rá tud venni olyasmire, ami nem ige központú, ami nem Krisztus központú, ami nem fontos és nem jelentős. Az igének van személyes üzenete, nem csak általános üzenete. Az általános üzenettel mindenkinek tisztába kell lenni. A személyes üzenet a személyesen nekem szól. Lehet, hogy együtt olvassuk a kalauz szerint az igét nagyon sok emberrel, de nekem van személyes üzenetem, ami csak nekem szól, mert a Szentlélek az én életembe teszi azt hangsúlyossá. Van egy ilyen nagyon kedves bizonyságtételem, az igeolvasó vezérfonal szerint az igeolvasásunk során Jézus elárulásával kapcsolatban olvastuk a történeteket, a János evangéliumából, és ott ezt olvassuk, hogy Simon Péter, akinek szabjája volt, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét.
A szolga neve pedig Málkusz. Mondd azért Jézus Péternek, tedd hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kellé kiinnom a pohárt, amelyet az atya adott nékem. János evangélium a 18. rész 10. versétől olvassuk. Nagyon komoly személyes üzenetem volt ez a mondat az igéből, hogy tedd hüvelyébe a te szabjádat. Egy nagyon pertpatvaros eseménybe akartak bevonni, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán bele kellene nekem mások zavaros ügyeibe folynom. Én nem akarok se egyik félhez, se másik félnek a pártjára állni, és nagyon kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogy mit kell tennem. És akkor ez volt az ige, tedd hüvelyébe a te szabjádat. Én pontosan megértettem belőle, hogy az Úr a békességre hívott el bennünket, nem a harcra, nem az egymás elleni szembenállásra, nem az egymás elleni vélemény nyilvánításra. És akkor néhány testvér, aki szintén ebben az ügyben érintett volt, odajött hozzám, és azt kérdezte, mi az Úr szerint való? És akkor én ezt válaszoltam, tedd hüvelyébe a te szabjádat, megszólalt az egyik testvér. Tehát ez volt a mai ige, azt mondja, hát hogy lehet, évtizedek óta olvasom az igét, de nekem még ez soha nem szólt. Én is így voltam vele, de nagyon hálás voltam Istennek, mert olyan nagyon sokat jelentett a számomra, hogy az Úr nem az egymás elleni harcra hívott bennünket. A személyes üzenet sokszor megfed, megint, bíztat, buzdít, és megerősít. És van még egy harmadik módja is, ahogyan az ige szólhat nekünk, ez pedig a lélek által kapott ige. Az utóbbi évben elég sok nehézséggel küzdöttem, betegséggel, kórházba léttel, sokat imádkoztam, és nagyon sokat imádkoztak a testvéreim is értem, és azt mondtam, hogy Uram, én nem nyitogatom a Bibliám. Én megértem a lélek szavát, kérlek arra, hogy szólj hozzám a te lelked által egy olyan igét, amiből én tudhatom, hogy mi a te terved és akaratod, bármi az, kész vagyok elfogadni. Aztán eltelt az egyik nap, a másik nap, és nem sokára egyszer csak a szívembe zengett egy ige, amit tulajdonképpen nem is emlékeztem, hogy hol van megírva, ez volt, hogy az Úr az én jobb kezem felül van, ezért meg nem rendülök. Hát kikerestem a Bibliámból az igét, ugye, könnyű mostanában kikeresni, hiszen a számítógépen azonnal megtalálja az ember. Így hangzott a 16. Zsoltár. Testem is biztonságban van, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, nem rendülök meg. Ezért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik. 16. Zsoltár, 8. 9. verse. Amikor a házi orvosomnak elolvastam ezt az igét, azt mondta, hogy ennyire konkrétan tud szólni az Úr? Igen. És bár sok komplikáció elé néztem, mégis csodálatos módon minden így teljesedett be. Amikor kétségeim voltak, vagy aggódásaim, akkor mindig elmondtam az igét. Az Úrra nézek szüntelen, mert jobb kezem felül van, és ezt valóban átéltem a beavatkozás során is, hogy az Úr ott volt, és hogy biztonságban lehetett a lelkem is és a testem is. Nagyon sokszor ad az Úr lélek által igét, ha van rá igényünk, és ha megvárjuk a lélek szavát. Mindenki megértheti. Mózesről olvassuk, és a pusztai vándorló népről, hogy nagyon sokszor megkérdezték az Urat,
hogy elmenjenek-e a harcba, ne, hogy mikor induljanak, merre menjenek. És volt, hogy az Úr csak hónap 16-án szólt, de megvárták, amíg az Úr szólt. Mindig nagyon rácsodálkozom erre a hitben, az Úrra való hagyatkozásra, ahogyan Mózes vezette Izrael népét Isten szent lelke által a pusztán és a nehézségeken keresztül az Úr szól. Milyen csodálatos, hogy megérthetjük Isten igéjét, milyen csodálatos, hogy a szívünkbe írja föl a hústábláira az igét. Nagyon sokan ismernek gyönyörű bibliai történeteket, hiszen a festőket, a irodalom munkásait is nagyon sokszor írókat, költőket megihletett, de az Isten igéjében az a csodálatos, hogy az élő, hogy az ma is ugyanúgy szól, hogy az olyan igazság, hogy abból egy pontocska, egy vessző sem vész el, semmisül meg addig, amíg azt az Úr be nem teljesíti. Beteljesíti a történelmi időkben is, de beteljesíti a személyes életünkben is. Én nagyon szeretem az Isten igéjét, nagyon szeretem Isten igéjét olvasni, és nagyon szeretem az ige hirdetést hallgatni, mert miközben hirdettetik az ige, az nem tér vissza üresen, hanem a Szentlélek által bennem is megtermi a lélek gyümölcseit, buzdít, int, vezet. Nagyon csodálatos az igei vezetés, ami nagyon sok ember életébe áldás volt. Ismertem egy lelkipásztort, aki lelkészi gyűlésre ment, és aznap reggel a Bibliából azt olvasta, hogy be kell fogadni a szegényt és szűkölködőt. És arról beszéltek a lelkészi gyűlésen, hogy mennyi sok embert üldöznek, és hogy valamit kellene tenni egy házi szinten is, hogy befogadni azokat, akiket koncentrációs táborokba visznek. És ez a lelkész testvérünk, aki nagyon komoly, hitben járó, bibliaolvasó, Isten kijelentett igéjében élő volt, elmondta, hogy ez a mai ige. Aztán hallgattak a lelkészek, és mindenki hazament. De ez a lelkész testvérünk befogadta azokat a családokat, akik a haláltáborokból menekültek meg azáltal, hogy ő engedett Isten igéjének és az ige vezetésének. Testvérem, van-e igényed arra, hogy megértsd Isten igéjét? Van-e igényed arra, hogy megértsd Isten szavát? Nem csak hallani kell, nem csak látni kell, hanem megérteni is. Ézsaiás próféta azt mondja, hogy vannak, akik halván hallanak, látván látnak, de mégsem értik meg Isten üzenetét. Az Úr azért adja az ő igéjét, hogy elolvassuk, hogy megértsük, hogy a Szentlélek által felbuzduljunk és megcselekedjünk, hogy Isten országa látható legyen ebbe a világba, és mások is megértsék Isten szavát és üzenetét. Jézus azt mondta, nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok, és elküldhető szent lelki, és a szent lélek által mindenki megértheti Isten szavát. Ez nem értelmi kérdés, hogy mennyire okos vagyok, nem érzelmi kérdés, hogy én hogy érzem, hanem Istenhez való ragaszkodás, és ha az Úrhoz ragaszkodunk, ha az ő igéjéhez ragaszkodunk, akkor megértjük az ő szavát, és tovább tudjuk adni. Mindenkinek nagyon áldott jó bibliaolvasást kívánok!